Nem kevesebb, mint 192 milliárd forint támogatást kapott Nyíregyháza az elmúlt években a város új ipari parkjának fejlesztésére. Ezeken a területeken jelenleg egy német, egy koreai és egy kínai gyár épül, hármójukban egy a közös az akkumulátor. Az imént említett összeg is jól mutatja, hatalmas összegekből épültek és épülnek Magyarországon ipari kapacitások. A beruházások azonban egyelőre nem érzékeltetik hatásukat az ország gazdasági mutatóiban. Az első fél éves adat szerint 1,3% volt hazánkban a gazdasági növekedés, ami jelentősen elmaradt az előzetes várakozásoktól. A kiadások azok nagyon megnőttek, és a kiadások, ami az állami költségvetésbe mentek, például az akkumulátorgyárakba, ami elég nagy tiltakodást váltott ki, hát azok bizony már egyrészt a beruházásnál nem hozták a várt eredményeket. Mert ugye akkor, ha egy Állam támogatja a beruházásokat, abban bízik, hogy majd a beruházásnál, majd a magyar vállalkozók, jelen esetben, ha Magyarországról beszélünk, a magyar vállalkozók, építészek, ablakgyártók részt vesznek a beruházásban. Hát igen, ám, csak a kínaiak, még a téglát is hozták magukkal. Tehát abból a magyar gazdasági növekedés, a beruházás nem profitált. Gerhes Miklós úgy látja, ennek ellenére is pozitív lehet a mélek, ha ezeknek a gyáraknak a dolgozói kiemelt bérezésben részesülnek, ezáltal pedig növelik a fogyasztást. Ehhez azonban túlnyomó részt magyar munkavállalókra van szükség, akik belföldön költik pénzüket, ellenben a vendégmunkásokkal, akik fizetésük jelentős részét hazaküldik. A fogyasztás növekedésére egyébként is nagy szüksége lenne Magyarországnak, az infláció miatt ugyanis ebben hazánk utolsó helyre szorult az európai rangsorban. És azt mondja, hogy az infláció az, az, hogyan áll? Hát most azt mondják, hogy három és fél, körül a cél, de véleményem szerint év végén fel fog menni 5 és félre, tehát a tavalyival meg fog egyezni. Ezzel nincs nagy baj, tehát ezt megpróbálják egyesek úgy kommunikálni, hogy leveltük az inflációt 25 ról 5 ra valóban csökkent. Az infláció üteme csökkent. De a 25% mínuszra épül ez a mostani 5%. Tehát a gazdaság a még gödörből nem indult, hanem még tovább ment, lentebb megy. Tehát itt mindenképpen ebből a gödörből úgy lehet kimászni, hogy nagyon minimális az inflációt, mert infláció biztos, hogy van, de ehhez megfelelő gazdasági növekedésnek kell a közgazdász hangsúlyozta, az első és legfontosabb feladat a költségvetés rendbetétele. Ehhez a szakértő szerint elengedhetetlen, hogy a kormány, ha a kompromisszumok árán is, de még idén kiegyezzen az Európai Unióval, hogy azokat a forrásokat Magyarország megkapja. Ez a több tízezer milliárd forint nem csak a költségvetési hiány csökkentenő jelentős mértékben, hanem a különböző ágazati fejlesztéseknek köszönhetően a gazdaságot is újra beindítaná.